Köszöntöm nézőinket, Önök Hozam című gazdasági magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatásra pályázhattak a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagjai. Az igényelhető összeg maximum 1 millió forint volt, és gyakorlatilag mindenre felhasználható, ami a pályázók piaci pozíciójának megerősítését szolgálja. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara olyan gazdaságélénkítő programok kidolgozására törekszik, amely képes támogatni az önkéntes tagok fejlesztési, illetve hosszú távú működési törekvéseit. Ennek okán hirdettek pályázatot egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra. A tender célja az volt, hogy segítséget nyújtson az önkéntes kamarai tagsággal rendelkező, meghatározott ágazatokban működő, a bezárási korlátozással leginkább érintett vállalkozásoknak a koronavírus járvány okozta negatív gazdasági hatások mérséklésében. A kamarának az a dolga, hogy segítsen, legalábbis a vállalkozókon, és nyilván voltak olyan szektorok, ahogy ön is mondta, ami rendkívüli módon kitett volt a Covid-nak. Ezek elsősorban azok voltak, ahol a személyes találkozásokat az emberek próbálták kerülni, tehát különböző szépészeti szakmákban, vendéglátásban, esetleg a turisztikában, nyilván ezek rendkívüli módon okoztak károkat, és azt próbáltuk megkeresni, hogy milyen módon lehet ezt enyhíteni. Két alapvetően rendkívül fontos fejezete volt. Az egyik, hogy meg kellett találni a forrást. Ahhoz, hogy a forrást megtaláljuk, nyilván ki kellett találni, mekkora összeget, honnan tud a kamara erre fordítani, milyen egyéb bevételeket tud szerezni egyébként egy olyan pandémiás időszakban, amikor nyilván kamara bevétele is lényegesen alacsonyabbak. Ez volt az első, és talán a nehezebb. A második pedig, hogy a kollégák egy olyan szakmailag jó, és szerintem ez sikerült, egy olyan kiírást készítsenek, ami megfelelő arra, hogy valóban azokat támogassuk, akik rászorulnak erre a történetre, és hála Istennek a fogadtatás az szerencsére eléggé kedvező lett. Beréti Zsolt elmondta azt is, hogy a tender nem valósulhatott volna meg az iparkamara partnerei nélkül, akik nem csak támogatásukkal, de szakmai munkájukkal is segítették a pályázati háttérmunkát. Úgy gondoltuk, együttműködve az iparkamarával és az ő mentorálásával, hogy álljunk össze azon vállalkozók, akik jónak látják azt, hogy próbáljunk segíteni, akiket nem érintett annyira ez a járványhelyzet, próbáljunk meg segíteni azokon, akiket viszont eléggé megviselt. És hát a mai napon azért vagyunk itt, hogy tulajdonképpen sikerrel tudjuk ezt a pályázatot elbírálni, és tudjunk a rászorulóknak minél inkább segítséget adni. A bíráló bizottság, vagyis a kamara szakemberei és a forrás biztosító cégek képviselői végül 8 vállalkozónak ítélt oda támogatást. Szerettünk volna csatlakozni, mert fontosnak tartjuk, hogy a környékben lévő vállalkozások hosszú távon jól tudjanak működni. A mi vállalkozásunk is 32 éve működik. Azt gondolom, hogy az egymáson való segítség az mindig előre vezet. Egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és mindenképp azt mondom, hogy ha össze lehet fogni, és hogyha a cégek tudnak egymáson segíteni lokálisan a térségbe, az előre halad. Kamarával évek óta nagyon jó a kapcsolatunk, az együttműködésünk. Az elmúlt években több közös szakmai programot rendeztünk, illetve volt, hogy a kamarának a szakmai programjának támogatóként vettünk részt. Egyfelől, miatt elég jó kapcsolat miatt is egyértelmű volt, hogy megpróbálunk erőnköz mérten segíteni a Tolna megyei vállalkozások lendületbe hozása érdekében. Másfelől pedig fontos azt tudni, hogy az OTP Bank általában is sokat tesz a vállalkozások az ország lendületben hozásáért, tartásáért, vagy lendületben tartásáért, akár saját források kihelyezésével, akár központi MNB-s vagy MFB-s források kihelyezéséről van szó. A tavalyi évben, 2020-ban a növekedési és hitelprogram keretében kiadott forrásokból közvetítettünk rengeteget, akár a megyei, akár az egész országban a vállalkozások számára. Az idejében pedig az MFB-s források, MFB-s konstrukciók
ban vettünk részt nagy sikerrel. A forrásból bér és rezsi költséget vagy eszközbeszerzést is megvalósíthatnak a nyertes pályázók. Sőt, a tendert úgy írták ki, hogy forgóeszközre is igénybe lehessen venni. Ez nagy segítség lehet például a vendéglátósoknak, akiknek folyamatosan gondoskodniuk kell a friss alapanyagraktár készletről. Nyilván minden lehetőséget megpróbál az ember kihasználni, amikor mód van rá, hogy egy kicsit segítse a vállalkozást. Igazából érkezett az e-mail felhívás, hogy van rá lehetőség. Nem volt egyszerű az elmúlt két évünk itt a Covid által keletkezett világban sajnos. A vendéglátáson belül mi még azt gondolom, hogy viszonylag egyszerűbben megúsztuk, hogyha szabad így fogalmazni, a működésünkből fakadóan, de hát azért jelentős kieséseink voltak nekünk is. 100 ezer forintot sikerült elnyerni ezen a pályázaton. Eszközbeszedésre, hogy egy kicsit fejlesztünk annak érdekében, hogy a kollégák egy kicsit kényelmesebben tudjanak dolgozni. Örülök neki, hogy ezt a kis segítséget megkaptuk, mert a Covid miatt bennünket azért elég jó a melegkonyhásokat is, de egyébként a másik sörözőket is elég jó igénybe vette az anyagilag ez a járvány, és jó jött ez a kis segítés. Én nem küldtem el embereket, senkit a járvány alatt, tehát munkaerőket, munkahelyeket megtartva. Hát nyögvenyelős volt ez a kiszállítás, de hát végül is megéltünk belőle, mondjuk nem ment az ember 5-6-ra, nem ment előrébb, de túléltük. A nyert összegünk nekünk 600 ezer forint, elég nagy személyzettel dolgozunk, nem csak nekik szeretném ezt osztani, hanem a konyhát egy kicsit megújítva, gépvásárlások meg. Tehát jó helye lesz a pénznek. Ez a kakasdi cukrászda is sikeresen pályázott, 200 ezer forint támogatást nyertek. A béreknek a kompenzálására fogjuk fordítani. Mert amikor a Covid beütött március 17-én, akkor a dolgozóinknak a 80%-át el kellett bocsájtanunk, és munkanélküli támogatást vettek igénybe. És ez nagyon kemény időszak volt számunkra, és a dolgozóknak is, és akkor így ez egy ilyen kis kiegészítő a dolgozóinknak kompenzációra, hogy akkor ők 3 hónapig nem dolgozhattak nálunk. Nagyon pozitív, igen, nagy szükség volt rá, főleg a vendéglátó szektorba szerintem, mert minket nagyon érintett a Covid, úgyhogy nagyon örültünk neki. A pályázat kiírói egyébként később is terveznek hasonló programot indítani a tagjaiknak. A célok között az is szerepel, hogy a jövőben akár eszközfejlesztést is tudjanak támogatni. A Tolna megyei szakképzési centrum Magyar László szakképző iskolája számos szakmával várja azokat a 8. osztályos diákokat és szüleiket, akiket a továbbtanulás foglalkoztat. Két ágazat közül választhatnak a gyerekek, turizmus, vendéglátás és gépészet. A szakképzés jelentős újdonsága, hogy minden diák kap ösztöndíjat. Zöldséges rizst készítenek a diákok a Tolna megyei szakképzési centrum Magyar László szakképzőiskolájának tankonyhájában. Az iskolát családias légkör jellemzi, és ennek az alacsonyabb tanulói létszámnak számos előnye is van. Az egyik az, hogy az oktatók itt sokkal több figyelmet tudnak fordítani a szakma átadására, a tehetséggondozásra, vagy akár a felzárkóztatásra. A szakmai gyakorlatokat is kisebb létszámmal oldják meg, mivel az a tapasztalat, hogy itt sokkal jobban tudnak figyelni az oktatók a gyerekekre, és ezáltal könnyebben, alaposabban és gyorsabban tudják a szakma gyakorlati részét elsajátítani. Pribék Fanni elmondta, hogy ő azért jött ebbe az iskolába, hogy a cukrász szakmát megtanulja, mert kiskora óta sok süteményt sütött a nagymamájával, és mindig is szeretett ezzel foglalkozni. A kedvenc részem itt mindig, amikor a tankonyhára jövünk, mert Rita néni mindig mindent megmutat nekünk, és utána sok mindent el tudunk mesélni anyáiknak, hogy ezt csináltuk, azt csináltuk, és olyan jó érzés, amikor úgy büszkék ránk. Inkább a cukrászat, de én a főzést is nagyon szeretem. Otthon mindig ki is szoktam próbálni, amit Rita néni megmutat nekünk aznap. Továbbá a diákok rendelkezésére áll egy tanbolt, ahol a kereskedelmi folyamatokat tudják gyakorolni, illetve gyakorlásra kialakított étterem is, ahol a felszolgálás tudományát sajátíthatják el.
Azok a fiatalok, akik inkább a gépészeti ágazat felé szeretnének orientálódni, választhatnak az épület és szerkezet lakatos szakma, vagy éppen a hegesztő szakma között. Számukra is egy jól felszerelt műhely áll rendelkezésre. Máté Péter a gépész szakmát választotta, és nagyon jól érzi magát az iskolában. Hát mindig is tetszett igazából a fémnek a hidegsége, a fémnek a megmunkálás, és igazából az összes dolog, ami így a fémhez köthető. Szerintem sokkal érdekesebb, mint a fa, vagy akármelyik másik anyag, és szeretek vele dolgozni. Igazából ezért. Azt is hozzátette, hogy nagyon örül annak, hogy kapnak ösztöndíjat. Annak örülök a legjobban, megmondom őszintén. Az ösztöndíj az egy jó erő arra, hogy miért kelek föl minden nap. Jövőre még több lesz. Jó lesz. Az ágazati alapismereteket adó első év után történik a szakmaválasztás. A 9. osztályban ágazatokként projektoktatás van, amit nagy előnynek látunk, mert a projektoktatás keretében egy komplex tudás átadást tudunk megvalósítani, mert egy elkészülő termék során minden ahhoz annak a terméknek az elkészítéséhez szükséges ismeretet elsajátítja a tanuló, és minden szakmai tantárgy arra épül rá, hogy az adott termék elkészítéséhez milyen ismeretekkel, készségekkel, tudással kell már rendelkeznie a tanulónak, és ezáltal egy teljes komplex tudás birtokába juthat. A legnépszerűbb szakma újabban az elmúlt évek tapasztalata alapján a turizmus vendéglátás ágazat itt nálunk. Nagy létszámmal tudtunk már most 9-re is beiskolázni, és a következő évben is bízom benne, hogy ez a szakma irány, vagy ez az ágazat népszerű lesz a tanulók körében, de a gépészet ágazat is az, ahol minden évben megfelelő létszámmal vannak tanulóink, tehát a hegesztő, illetve az épület és szerkezet lakatos szakma iránt is nagy az érdeklődés, hiszen azt is tudjuk, hogy ezek a tanulók jól el fognak tudni helyezkedni, mert erre nagyon nagy szükség van a munkaerőpiacon folyamatosan, de azt tapasztaljuk, hogy a kereskedelmi értékesítő szakma iránt is egyre nagyobb az érdeklődés, mert kellenek, és ugye a kereskedelmi értékesítő szakmának most nagy előnye igazából, hogy teljes komplex képzést ad, tehát régebben ezt szétválasztották, hogy ABC eladó vagy járó eladó, ez viszont ugye minden területre kiterjedő képesítést fog adni igazából a kereskedelmi értékesítő képzés. Az igazgatónő elmondta, hogy igyekeznek nyomon követni a már végzett tanulóknak a sorsát, hiszen nekik is fontos a visszaigazolás, hogy milyen sikerrel készítették fel, illetve tanították meg diákjaikat a szakmák ismereteire. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a TAR Kft. Szekszárdon. A magyar távközlési piacon meghatározó cég közel 150 ezer ember számára nyújt szolgáltatást. A 100%-ban magyar tulajdonú vállalat 300-nál is több munkavállalónak és családjaiknak biztosít megélhetést. Barátok, kollégák, üzletfelek köszöntötték a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő TAR Kft.-t. A céget idősebb Tar János alapította akkor, amikor még a kábeltelevíziózás is csak gyerekcipőben járt Magyarországon. Mára a cég meghatározó eleme a magyar távközlési piacnak. 3 évtized, 8 megye, 350 település és 110 ezer ügyfél, 320 alkalmazott, akik közül 12-en az alapítás óta munkatársai a cégnek. Így jellemezhető röviden csak számokban a Tar Kft. 3 évtizede. De a számok mögött nagyon sok minden húzódik. Közösen megélt sikerek és emberi tragédiák, de a fejlődés is. Akik kitartottak, azt mondják, ez egy nagy család. Ha visszatekintek, akkor olyan, mintha egy pillanat alatt eltelt volna. És ez a 30 év, ez két ember nélkül nem lehetne, vagyis nem beszélhetnék róluk, akik már sajnos nem lehetnek köztünk. Tar Jánosról és Tarné Klárinkáról szeretnék picit megemlékezni és köszönetet mondani nekik, hogy itt dolgozhattam én és a többi ember is. Ők voltak azok, akik letették ennek a családi vállalkozásnak az alapjait, és erre az alapra építkezhetett tovább János, és ő megalkotta és megteremtette ezt a hatalmas birodalmat, amiben ma már több mint 300 ember dolgozik. És én úgy érzem, hogy mindenki, mintha egy nagy család lenne. És ez a 30 év, ez arról szólt, hogy egy nagy család, akik együtt dolgoznak, egymásért dolgoznak, az emberekért, az ügyfelekért dolgoznak, és hát én köszönöm mindenki nevében azt, hogy ezt így megteremtették, és a mai napig ez így működik, és én biztos vagyok benne, hogy a főnök nagyon büszke a fiára, és
talán a két fiú közül majd egyszer valaki, valamelyik őjük tovább viszi majd János munkáját. Hát nagyon jól éreztem magam, mind a 30 év alatt itt a cégnél. Köszönhet ez a Jánosnak, aki olyan emberséges és hihetetlen jó szándékú főnök, néha még kicsit a keze lágy is a dolgokhoz, viszont nagyon jól viszi az üzletet. Hát régen koaxot húztunk földbe fektetve simán, most pedig minden védőcsőbe, optikai kábellel a berendezések régen egy kis szekrénybe elfértek a fejállomási egységek, most már egy külön klimatizált 150 négyzetméteres épületbe, vagy helységbe fér be az a komoly berendezés, ami sok millió forint. A Tarka Ft. Története azonban régebbre nyúlik vissza. Ugyanis édesapám ezt 1978-ban kezdte el, ezt az egész távközlést, hogy így fogalmazzak. Különböző elődintézményei működését követően 1990-ben nyerte ezt a végleges formáját a cég. Emlékezett meg a kezdetekről Tar János, aki szinte gyerekként kapcsolódott bele a cég életébe. Én jó magam, ugye gyerekkorom óta ebben nevelődtem föl, és hát nagyon jó érzés így visszagondolni, és hát amit készítettünk egy emlékfilmet is az egészről, és azt gondolom, hogy ez is nagyon jól elmondja azt, hogy mi volt az elején, és hogy is kezdtük, és mennyi nehézség volt. Azt gondolom, hogy az édesapámnak köszönhető az eleje, és őnek köszönhető az, hogy egyáltalán ez a cég elindult annak idején. Én azt gondolom, hogy megpróbáltam átvenni abban azokban a szörnyű pillanatokban, de ez azt hiszem, hogy elég jól sikerült, és talán ahova eljutottunk ide ma, azt álmomra se gondoltam volna, és szerintem ő se gondolná most odafent. Hát számokban több mint 120 ezer tévés ügyfelet, 100 ezer internetes ügyfelet, 50 ezer telefonos ügyfelet, több mint 5 ezer mobilos ügyfelet szolgálunk már ki, illetve rengeteg közületi ügyfelet, köztük a magyar államot is kiszolgáljuk különböző üzleti végpontokkal. A jövő már elkezdődött, mondja Tar János, hiszen olyan beruházások indultak el, mely az elkövetkezőkben a szolgáltatás színvonalának emelését szolgálja majd. Most is a hálózatunk több mint 4000 km optikából áll, és azt gondolom, hogy ez ezen a területen az 1 négyzetkilométerre jutó optikai szálkilométer az ilyen magas az országban. Én az átlagnál magasabb, azt kell, hogy mondjam. És hát mi ezt szeretnénk továbbfejleszteni, most például ezt a következő két évben mindegy 650 kilométerre szeretnénk bővíteni. Ez persze lefedő hálózatot is jelent, meg összekötő hálózatokat is, tehát megyünk az optika felé, több mint 10.000 végpontot az idén is építünk át. A távközlés az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág, így az az egyik kihívás, hogy a modernizációval lépést kell tudni tartani, mondja Tar János. Akkor lennék elégedett, ha 40 éves évfordulón arról számolhatnék be, hogy egy teljes optikai hálózatot tudunk üzemeltetni, és ezt tudnánk megfelelően hasznosítani. Tovább folytatódik a Szekszárd megyei jogú város és város térsége foglalkoztatási helyzetének javítása című projekt, mellyel eddig már több mint 400 embert segített sikeresen munkahelyhez a Tolna megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztálya. A program folytatódik, akár 328.500 forint támogatást is kaphat a cég a hátrányos helyzetű foglalkoztatottja után 4 hónapon keresztül. Újabb támogatási lehetőséget nyújt a Tolna megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztálya. Azon szekszárdi járásban működő cégek figyelmét hívja fel a hivatal, amik az elkövetkezendő időben létszámbővítést terveznek. A terület és településfejlesztési operatív program keretein belül újabb 86 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésükre a projekt sikeres lebonyolításához és a munkanélküliség felszámolásához. Nagyon jó hírrel tudok szolgálni, a konzorcium vezető jóvoltából plusz támogatást kaphatott a célcsoport, amit a kormányhivatalnak kell felhasználni arra, hogy bevonjuk az álláskeresőket, és újra támogatással elhelyezzük a szekszárdi járásban gazdálkodó cégek felé. Ez azt jelenti, hogy jelenleg 86 millió forint áll rendelkezésre ahhoz, hogy álláskeresőket, hátrányos helyzetű álláskeresőket, illetve inaktív személyeket tudjunk elhelyezni
helyezni olyan cégeknél, akik létszámbővítést terveznek mostanság. A TOP 6-8-2-es projektnek egy részbeni lezárásával állunk most szembe 2021. augusztus 31-e. Ez volt az eredeti projektnek a záró időpontja, ami egyrészt a pandémia miatt került meghosszabbításra, így lett 2021. november 29-e. Mindenképpen a projekt sikeréről tudunk beszámolni, mivel a részünkre meghatározott indikátorokat valamennyit 100%-nál magasabb szinten teljesítettük. A foglalkoztatási főosztály vezetője úgy nyilatkozott, ez most a legkedvezőbb támogatás, amit igénybe vehetnek a munkáltatók. A 4 hónapig tartó támogatottság után még 2 hónapig köteles foglalkoztatni a munkavállalót a cég. Nagyon fontos, hogy ezek a cégek a szexárgyárási hivatal foglalkoztatási osztályára menjenek be, személyesen érdeklődjenek, mert az egyéb támogatásaink nem olyan kedvezőek, mint a TOP projekt keretében nyújtható. Jelenleg 100%-os bérköltség támogatást tudunk adni 4 hónapon keresztül, havonta akár 328.500 forintos összeget is jelenthet, ez a bér plusz a szociális hozzájárulási adó megfizetését is jelenti a mi részünkről. Az elmúlt 5 évben sikeresen zajlott a program Tolna megye szerte, az előírást jóval 100% fölött teljesítette a hivatal. 392 előírt helyett 402 hátrányos helyzetű vagy tartósan munkanélkülit sikerült elhelyezniük. Egyik volt közülük Csóti Henrietta, aki 12 év után került vissza a munkavilágába. Ő 3 éve helyezkedett el, azóta a foglalkoztatója előléptette, így már szinte megkerülhetetlen embere a cégnek. Jelenleg irodavezetőként tevékenykedem, ami azt jelenti, hogy a humán feladatokkal kapcsolatos dolgokat ellátom, a munkaszervezést, az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvételt, főleg levelező rendszerbe tudunk ugye kapcsolatot felvenni, így elsőleg a megkereséseknél az ajánlat beérkezéstől kezdve egészen a kivitelezési munka végéig, rajtam keresztül fut minden. A támogatást a keret kimerüléséig lehet igénybe venni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.